szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Helyszínünk Budakeszi, a Széchenyi István Általános Iskola. Ugye egy gyönyörű helyszíne, a Pest megyei fiús serdülő döntőnek U15-ös kosárlabdáról van szó. Megszokhatták, hogy mindig foglalkozunk az utánpótlással. Most ezúttal tiszta feketében a ceglédi kosárlabda egylet fiai és lányai, hiszen ilyen idős korban még a lányok együtt kosáraznak a fiúkkal. Benes Csenge és Németh Lilien itt van ifjú hölgyként. Tiszta fehérben, piros, fekete csíkkal pedig a Budafok Balogh István vezetőedző érkezik, és üdvözli a játékvezetőket. A Budafoknál 16-os Halagi Boton, 20-as Purevocsi, Erkis, 49-es Sugár Boton, 54-es Szedel Kristóf és 55-ös Hamza Huba. Míg az ellenfél csapatánál, itt látom 12-essel Wagner Zsombort, 23-as Ormai Bence, egy magas fiatalember, az átlag magasságtal magasabb a ceglédieknél, Pamuk Félix 32-essel, 13-assal pedig Iglódi Tamás. A játékvezetők Szatmári Roland és Nagy Dániel, és az első támadás már is a ceglédiek vezetett négy, ha nem szerezne labdát a Budafok bravúrral, és megindulnak a rosszonerik, Hamza Huba, és még Marocsa is. Egy betörési kísérlet, egy leosztott labda, kijön a gyűrűből, ez már önmagában érdekes, hogy jött ez ki. Ismét Hamza Huba szép betörés után, szép zicser dob, 2-0 arányban vezet a Budafok. Újabb budafoki labdaszerzés, megirigyelték Siklós Olivértől. Szedel Kristóf 54-essel, egy szép betörés ismét, és egy újabb remek pont, aki dobta nem más, mint a 20-as Purevocsi Erkis. És ismét Erkis. Ő mozgatja a csapatot. Egyelőre jól mozgatja, hiszen 4-0-ra a rosszonerik vezetnek. Erkis, szép betörés! Hát ez hogy dobta be? Hát ez nem volt piskóta. Kérem szépen, majdnem átment a labda a palánkon is. Kontra támadás, egy erőszakos betörési kísérlet, de csak kísérlet Sugár Botond. Erkis, gyönyörű pont. Hát ez egy 8-0-ás kezdés. Úgyhogy Zsirai mester azonnal időt kér. Továbbra is folytatódik a letámadás, és nagyon nehezen hozzák át a labdát. Kreisz Botondék, éppen Kreisz Botond küzd Erkisszel. Nagyon jó budafoki védekezés. A palánk alatt nincs játék a ceglédieknél egyelőre. És nem csak nincs játék, nem eladják a labdát. Szegény Zsirai Gyula, a kétségbeesés élő szobra, ott a ceglédi oldalon, hát nem ezt a támadójátékot várt a fiaitól. Erkis a támadásban. Na, lesz-e betörés? Lesz. Egy kiosztott labda triplára. Lepattan. És a ceglédiek megszerzik. Wagner Zsombor. Na, Zsombor a legmagasabb játékos a ceglédieknek. Wagner ezt szépen csinálta, de nem megy be. És Erkis harmadik lepattanó szerzése. Nem semmi ez a fiatal srác. Urem Ocsir Erkis nagyon tehetséges. Féltérden is tovább. Egy középtávoli újabb pont, nagyon szép pont, aki dobta, Alagi Boton, Hamza Huba. Jó labda. Sugár Boton tette tovább. Erkis elvállalja. Gyönyörű magas ívű dobás a palánkról, 12-0. A második sincs bent. És budafoki labdaszerzés Hamza Huba. Jó leosztás, Erkis, 14-0. Megcsinálják, eljutnak ide a palánk alá, de ott elfogy a tudomány egyelőre. Annyira agresszív a Budafok védekezése. Ezt viszont gyönyörűen csinálta az eddigi legjobban játszó játékos Wagner Zsombor, 14-2. Wagner és Kreisz játékát dicsérhetem a ceglédieknél. Még az ellenfélnél szinte az egész csapatot. Egy szép lefordulás. Jó visszajátszás. Erkis. Ó, itt szépen csinálta. 16-2. Nagyon tehetséges ez a fiú. Engem emlékeztet a fiatal Lados Erikre, akit 16,5 évesen közvetítettünk először. Na most Erkis 14,5 évesen közvetítjük. Erkis. Ez nem volt jó dobás, de a lepattanó megvan. Sugár.
Ő sem egy csőtészta gyerek azért. Most hosszabban összpontosít Zénó. Ez sem jó, de a lepattanó megvan. Szeder Kristóf. Szép lefordulás után nagyszerű pont 18-2. Kreisz Botontól már el is vették, aztán Erkis. Ó, egy trükköt is bedob. 22-2. Hát Erkis nagyot játszik eddig, és egy szép pont a túloldalon, Ormai, 22-4. Szegény nagyfi, hát kicsúszott a kezéből a labda. Ismerkedjük az új fiúkkal, például a budafokiak közül Fazekas Kovács Lászlóval, 61-essel. 61-essel Sárkány Milánnal, Deák Olivér, ez egy erősebb sor azért a cegvédieknél, és valamivel gyengébb a budafokiaknál. Deák egymaga kísérletezik, kiosztja triplára, és ott egy nagyon szép tripla, 22-8. Legyen már dobás, mondja, de nagyon higgadtan továbbra is Balog István, a budafokiak edzője. És egy szép figura után szép pont. Szűcs Zalán. Az első alkalom volt, hogy visszaszerezték az elvesztett labdát. Rossoneri támadás. Rossoneri pont. Ez szép lefordulás. És egy szép pont. Nagyfi László. Átsiklott a védelmen, a nehezét megoldotta, de aztán a gyűrű alá került, onnan nem tudta visszakanyarítani a labdát. Itt viszont emberrel együtt jó a pont, Fazekas Kovács László. Hát így nem, de a lepattanó Szűcs Zalánné. Gyönyörű szép középtávoli, Szünder Rihár. Kimaradt, de megint lepattanót szereztek. És most na, Olivér, rövid, pedig Deák Olivér szépen csinálta. Nagyfi, ez viszont gyönyörű. 32-14, Nagyfi László. Védekezésre kényszerülnek a feketemezesek. És nem tudnak labdát szerezni. És az utolsó pillanatában még egy pont, aki dobta, a Szünder Rihárd. És megint egy labdaszerzés. Áll a Budafok, jó indítás, Szűcs Zalán, Szünder. Ez nem ment be. Ez viszont bent van. 39-15. Hát ez most döntő fölény. K.O. ezekben a percekben. Ott a mozgó ember, aki üresen kapta a labdát, el lehet dobni. Bent is van. Fazekas Kovács László. 26 pontos előnynél lehetne még mondani, hogy 26 pont kosárlabdában semmi, de itt serdülőkről van szó, U15-ről. Itt bizony ez már nagyon nagy előny, úgyhogy nem lesz könnyű dolguk a fekete mezeseknek. Egy tripla. Lecsorog, és megint budafoki kezekre. Szeder Kristóf. És aztán Erkis, az eddig egyik legeredményesebb és legjobb teljesítményt nyújt a játékos. Újabb szólója után újabb pont. Erkis hozza át. A palánkat most senki, ezért távolról kísérletezik, ez is bent van. Jó budafoki védekezés, rossz bejátszás, azt is mondhatjuk. Itt az itse, hát Erkis biztos, mint a svájci bank, be is dobta, 52-18. Gyerünk, szedi, Szeder Kristófnak szólt. Hamza Uba is folytatja a letámadást, és labdát szerez Hamza Uba. És a labdát szerezve is dobja. Szép pont a túloldalon, 54-20. Agresszívebb lett a cegvéd játéka. Jó bejátszás, szép pont.
Nagyfi, gyönyörű szerelés, Szeder, remek sapkát osztott ki. Na mi újság, Wagner úr, egy szép szóló végén kimaradt a lehetőség. Geiger Zénó tette tovább, és aztán egy nagyszerű pont. Budafoki pont. Jó leosztás után, szép játék a túloldalon. A 26. pont is megvan a vendégeknek. Jöhet a Cegléd. Most már ceglédi pontok kellenének, hogy zárkózás legyen. És egy szép ceglédi pont. A 28. aki dobta, a jó játszó Kreisz Botond. Nagyfi, szépen jön el, és ki tudta hagyni, nem is bántották szinte. Marosi, erőteljesebb sor van most bent a ceglédnél, erőteljesebb és magasabb sor. Marosi, gyönyörűen bújt ki a technikás kis játékos, és nagyszerű pontot dobott. Na nézzük, de a bedobást sem tudják elvégezni a ceglédiek egyelőre. Szép visszajátszás volt egyébként Wagner Zsombortól. Kreisz. Agresszív védekezés, Nagyfinak nem volt tolyú a labda, viszont Nagyfi megküzd érte. Marosival szemben nem volt esélye, jó indítás, Marosi visszakapja. Egy perce ott volt egyedül, Szűcalán viszont több perce is ott van szinte egyedül. Úgyhogy be is dobja. A fordítás persze csodaszámba menne, ez nem is várható. Kovácstól viszont egy betörés várható, és nagyon szépen dobja be a 31. pontjukat. De hát ez a 30 pontos különbség, ez abszolút nem módosul, ez mindig megvan. Geiger Zénó. Marosi. Nagyon szépen viszi be, és szép pontot dob. Fazekas Kovács László. Szépen tör be, és szépen dobja be. 64-31. Ez is bent van. 64-33. Ó, de szépen csinálta, ügyesen Marosi, 66-33. Fazekas Kovács tovább tette, és szépen visszahúzta, bizony nagyon szépen Adamcsek Dániel. Ilyenkor mondhatnák, hogy technikai K.O., aztán persze feljött a cegléd, de nem tudott komoly ellenfélén ülni a mérkőzésen. Akkor is ez egy szép pont, meg van a 35. pont, 68-35. Ott az Itzer, 70-37, hát ez az, amikor már nem védekeznek, csak dobnak a játékosok. Egymás után születnek a pontok. Jó bejátszás után, 72-37. Hát most már ők is belehibáznak, ebben együtt Fazekas Kovács szépen szerzett labdát, ott egy tripla. És ott a jó tripla, 75-37. 36 pontos különbség, 77-39. Most is megy a letámadás, Balogh István nem enged a 48-ból. Játsszuk végig keményen, és szerezzünk labdát. És labdát is szerez a Budafok. Marosi kiosztja, lepattan, megszerzi Kovács. Dicséretes harcossággal. 77-39. Egy dobási kísérlet, nem megy be. Pálosi Enzo Horáció, és itt a Budafok utolsó zicsere talán. És benn is van, 79-39. És Irai László még azt mondja, hogy menjünk előre. A Budafok már nem akar védekezni. Egy távoli kísérlet, lepattan.
és ebben a percben vége, 79-39-re, nagyon magabiztosan, nagyon szép játékkal, döntő fölénye a Budafok megnyerte ezt a Pest megyei fiús erdülő döntőt, a cegvédiek között is néhány ügyes játékost megismerhettük, de egy percig sem volt kérdéses Balogh István fiainak győzelme. Körülbelül egy 3 éves út, aminek ez a csúcsa, gyakorlatilag ennek van kézzelfogható fényes eredménye. Ugye hát az U14-es bajnokságban 20-ok lettünk az országban, az U15-ös bajnokságot hát azért neveztünk be, hogy idősebb, erősebb, magasabb, nagyobb tömegű gyerekek ellen tudjunk készülni, és hát így alakult, hogy veretlenül megnyertük. Gondolom, hogy nem hagytunk semmilyen esélyt az ellenfélnek, de az is hozzá kell tenni, hogy amiről beszéltünk a srácokkal, az, hogy az esélyesség súlyát azt el kell viselni, ezzel együtt kell élni, meg kell tanulni ezzel együtt játszani, és a srácoknak ez sikerült, gyakorlatilag hiba nélkül elhoztuk a mérkőzést. Óriási gratuláció mögöttem a srácoknak, mert hihetetlen munkát tettek bele, úgyhogy minden elismerésem az övé.